fiatal felnőttként tértek meg a szüleim egy belmisszióban. Ők újjászülettek és elfogadták az Úr Jézust személyes megváltójuknak, és nyilván én már akkor kicsi voltam, egy ilyen 4-5 éves, és rajtuk keresztül ismertem meg az Úr Jézust, vagy ismertem meg a kereszténységet. De nyilvánvalóan azt el kell mondanom, hogy ahhoz, hogy én is személyes megváltómnak vallhassam, ahhoz nekem is meg kellett térnem. Rá kellett eszmélnem, hogy az életemet így szervezte Isten, hogy az ő szolgája lehessek. Kiderült később, a szüleimtől hallottam azt, hogy annak idején gyermekkoromban elég sok egészségügyi problémáim voltak. Volt egy csodás gyógyulásom is ezzel kapcsolatban, amiben az volt a fő szempont, hogy Isten megtartotta az én életemet annak érdekében, hogy az ő szolgája lehessek. Konkrétan történt egy ilyen eset, hogy az Úrnak felajánlottak a szüleim, amikor sokat küzdöttek az én életemmel kapcsolatban. A lelkészi életem az többféle szolgálati helyem volt. Először 6 évesként az Ócsai Egyházközségben szolgáltam, egy rövid ideig ott segédlelkészként, majd pedig az akkori főjegyző, illetve Vértesaljai Esperesnek a gyülekezetében szolgáltam, mint egyházmegyei beosztott lelkészként, az ő munkatársaként. Innen hívott meg tulajdonképpen a nagymarosi gyülekezet az ő lelkipásztorának. Nagymaros a református kontextusban, reformáció után egy igen jelentős közösség volt, tehát egy nagyon jelentős gyülekezet alakult itt a településen, azonban ezt a jelentőségét elveszítette, miután a 18. század elején pestis járvány megtizedelte a lakosságot. Az 1700-as évek végén építették meg ennek a templomunknak az elődjét, ezt a bizonyos kis templomot, akkor még ugye torony nélküli volt, majd ezt követően 1934-ben lett teljesen átépítve, immár toronnyal. Tavaly évben sikerült a templomunkat külsőleg felújítani. Egyébként a Laci küldött néhány fotót még a korábbról, konfirmációval kapcsolatban. A hit abszolút nem volt jelen az életemben, amikor gyerek voltam. Nem kaptam vallási neveltetést. Felnőttként éreztem azt, hogy meg kell keresnem a kapcsolatomat Istennel és Jézus Krisztussal. Úgyhogy 32 évesen jöttem el Isten tiszteletre, és kerestem meg a gyülekezetemet. Amikor először eljöttem, még arra is emlékszem, hogy annyira nem kaptam vallási neveltetést, hogy azt sem tudtam, hogy kell köszönni a református templomban, de mindenki nagyon kedves volt, idősebbekkel találkoztam, és a második alkalommal már oda jöttek hozzám a fiatalok. Nagyon szeretem azt, hogy a református lelkészek Isten tisztelet után oda jönnek és kezet fognak mindenkivel, és akkor Ákos a lelkész mondta is, hogy nem látott még itt, és én mondtam, hogy szeretnék jönni bibliaórára, úgyhogy elkezdtem járni bibliaórára, és ez átcsapott utána egy külön felkészítő kurzusba, hogy konfirmáljak és megkeresztelkedjek. A keresztelés az egy gyönyörű szertartás volt, nagyon szép volt, abszolút. A konfirmálás is, de ugye egymás után történt a kettő, nagyon szép szertartás volt. Ez még egy tavaly előtti, vagy ez a tavaly előtti. Igen, ezen nem voltam még. Ezen nem. A megtérésem előtt nem volt kapcsolatom Istennel. Most, hogy megtértem, van kapcsolatom Istennel. Egy folyamatos, állandó kapcsolat.
Egy hatalmas támasz, hogyha egy szóval kéne jellemeznem. Isten most az életemben. Én is ismerek olyan embereket, akik keresik az útjukat, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljenek Istennel. Azt gondolom, hogy ehhez két dolog elengedhetetlen. Az egyik egy közösség, hogy közösségben gyakoroljuk az ige hirdetést, beszéljük meg a hitünknek a megtapasztalását. A másik pedig egy jó vezető. Ákost én egy nagyon jó prédikátornak tartom. Nem az egyik legnagyobb erőssége, hogy hogyan tud prédikálni, hogy meg tudja szólítani a fiatalabb generációt is. Úgy beszél, hogy nem tudsz nem odafigyelni. És nem csak odafigyelsz, hanem kinyitod neki a szívedet. Ez nagyon sokat számít, illetve mindenkire odafigyel a gyülekezetbe. Abszolút minden kérdésemet el tudtam neki mondani. Kaptam olyan válaszokat, amiket nehéz volt hallani, mert nem azt mondja, amit hallani szeretne az ember, hanem amit ír a Biblia. De ezeket hallani kell, és voltak bizony olyan helyzetek, amikor az embernek le kell mennie mélyre, hogy onnan föl tudjon állni. Hatalmas nagy öröm az elmúlt néhány évben, hogy Istennek a lelkének az ereje az fölkarolta ezt a gyülekezetet, és az egy nagyon nagy csoda és öröm volt megtapasztalni, hogy Isten ezt a szolgálatomat felhasználta arra, hogy gyarapítsa az ő gyülekezetét, az ő egyházát. Lelki értelemben mi a legfontosabb célkitűzés? Azaz, hogy minél több embernek át tudjam adni az evangéliumot itt a településen és a környéken. Meg tudják érteni az emberek azt, hogy mi a kereszténységnek a lényege. Én ezt tapasztalom sokszor lelkipásztorként, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mi az evangélium, milyen hatalmas nagy üzenet van abban, hogy Jézus Krisztus emberré lett, és helyettünk és értünk szenvedett ott a kereszten, és mit jelent az, hogy nekünk élő kapcsolatunk lehet ebben a világban ő vele, és mit jelent önmagában a Krisztus követés, tehát mit jelent vele élni, mit jelent az, hogy az embernek közössége van vele. Tehát mindezt mindenféleképpen szeretném átadni az embereknek, és hogy minél több ember élje ezt át, ennek az üzenetnek a lényegét. Számomra megnyugvást, örömöt, belső békességet és szeretetet jelent vele élni.